ott egy olyan tábort, ahol a surfskikkel, a tengeri kajakokkal, erre alkalmas eszközökkel olyan körülmények között tevezünk, ahol ezek valók. Tehát, hogy hátszeles, nagy hullámos, hosszú távon evezni vele, és összejött. Tehát ez 2022, most így ősszel a holt idény, mert szeptember ez tökéletesen alkalmas erre, a lokáció tökéletesen alkalmas erre, és szerencsénk is volt az időjárással, mert a logisztikával is, tehát ez a 15-20 fős csapat szerintem nagyon sok élménnyel gazdagodott. Mind a három nap szuper hullámaink voltak. Szinte végig hátszél, hátulról jövő hullámok, és végig tudtunk szörfözni, azaz próbáltunk, gyakoroltunk. Nekem mindig nagy élményt okoz, hogyha a tengeren szörfözhetek egy kajakkal, és mindig van valami olyan tapasztalás, ami korábban nem volt, mert sosem mutatja ugyanazt az arcát a tenger. És most egy kicsit más szerepben is megismerhettem a kajaktúrákat, és nagyon hálás vagyok mindenért és minden alkalomért, amikor itt lehetek. Az első szörfki élményem volt igazából, és három nap, három különböző tapasztalat, nagyon élveztem, tényleg nagyon jó volt, köszönöm szépen! Most kajakoztam életemben először a tengeren, és nagyon örülök, hogy ezt a csapatot választottam, mert kellően laza, de mégis körültekintő volt a szervezés. Mindig a helyén volt minden, szóval köszi mindent, srácok! Minden momentuma nagyon tetszett. Hát ugye a Hege által említett jellemformáló túrákra azt tudom mondani, hogy igen, tényleg azok is nagyon jók voltak. Mindenképpen szeretnék hasonló túrákat. Ez korábban is tervem volt, a Covid ez miatt egy kicsit ez megbicsaklott ez a szervezés. Tehát ez a május, ez az év eleje, még a szezon előtt, illetve szeptember, a szezon után, szerintem mekkora legalkalmasabb erre. Nincsenek tele a beach-ek, nincsen zsúfolási tele semmi, tehát az utakon is lehet normálisan közlekedni. Meg lehet csinálni azokat a terveket, amiket szeretnénk. Illetve érdeklődés van rá, azt érezzük, úgyhogy mi eleget teszünk ezeknek.